Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Huvian vagyok. Ahogy az előző részben is említettem, a maiban Porondon végül is ugye Nyílhegyes küldi, és a Tündéres, az ellenmérges küldi lesz. Szerintem majd ilyen a Nyílhegyekről valamilyen statisztikaszerűséget fogok csinálni így a videóból, tehát elkezdek ott ütni, megnézem, hogy ugye most akkor leltárba rakja el, vagy kidobja, de én úgy emlékszem, hogy leltárba teszi. Fogok autóval ütni egy olyan. Hát ez majd a videó vége felé lesz szerintem, de egy fél óra órát fogok ütni autóval, videón kívül, és akkor megmondom, hogy kb. Mennyi nyílhegyet sikerült összeszedni. És akkor itt ti is tudtok azért mérlegelni, hogy nektek megéri-e megcsinálni, avagy sem. Gyorsan leadom a jéggömböt, amit még nem tudok leadni. Úgyhogy ez felejtő, és gyorsan felveszem a kelmét, és tudok kombinálni két alkimiát. Sajnos olyan izgalmas nem lesz, mert antikig sem tudok eljutni egyiknél sem, azt megnéztem előre. De attól függetlenül hát, hogyha egyet feljebb jutunk, vagy kettővel. Na, a kelméből abban még 17 darab fog kelleni, úgyhogy ez nem megy olyan gyorsan, és van egy olyan érzés, ami mostanában nem fogok tudni pántot kombinálni, mert ugye nem elég, hogy kell még, ha most összegyűlik a 40, még kelleni fog egy darab pluszban, tehát még 40. Ha azt a kettőt kombinálom, és sikerül, akkor tudnám kombinálni ugye a mostani pántommal, de az is előfordult, hogy nem sikerül, és akkor meg bebukom, úgyhogy tök mindegy. Na akkor ez megvan, akkor menjünk el először Sohanra szerintem, és akkor nézzük meg a nyílhegyes dolgot, hogy mennyire adják jól, hol érdemes ütni, meg ilyenek. Pontos infóm nekem sincs egyébként, én egyetlen egyszer kezdtem el farmolni a nyílhegyeket, pár darabot ki is ütöttem egyébként, még ott el van fekvőben a rakiba az érneket, sose dobom el, mert sose tudni, hogy az ember kedve mikor jön meg, és mikor csinálja meg. Én annak idején, vagyis nem én, hanem ezt apum példájára mondom el egyébként nektek, azt úgy képzeljétek el, hogy ő ugye 110 alányosan hagyta abba, most már nem vagyok benne biztos, hanem 111-es volt, és az összes küldije meg volt csinálva egytől egyig, kivéve amelyeket még nem tudta megcsinálni, vagy boss küldik volt. Tehát ugye új mapon a Wubát, azt hiszem, hogy a Wubát nem tudták leütni, talán az volt még talán meg neki, de az összes BIOS, az összes kicsi küldi, minden meg volt neki, kivétel nélkül. És ő képes volt a legszarabb küldéért is órákig szenvedni, csak azért, hogy ne legyen ott, tehát hogy meg legyen csinálva az egész. A nyílhegyeket pontosan nem tudom, hogy a sima fertőzött IS, vagy pedig ez a hármas csoportban lévő gonosz fertőzött IS dobja-e, vagy sem. Próbálnak leütök pár ilyen simát, aztán, hogyha nagyon nem dobnak, akkor elvileg akkor nem ezek dobják. Sajnos elég ritkák ezek az IS-ok, arról nem beszélve, hogy elég ritkán is adnak nyílhegyet, tehát így ez ilyen best combo ever. Most leütöttem, ez a negyedik, amit leüt, és meg is adta az első nyílhegyet, akkor a simáktól lehet ütni. Na, leltárba rakja, úgyhogy ez nagyon, nagyon pozitív, én csak ennyit szerettem volna most egyelőre, ezt elrakom magamnak ezt a nyílhegyet. Ha négy IS-ból egy adott, akkor ezt átlagba számolhatjuk, hogy 1000 darabhoz ugye, hogy van, 100-at kell leütni, akkor az 400 IS. Hát és azt még szorozzuk be 5-tel. Nem lesz rossz, tehát itt az a 2000 IS le kell verni, hogy jól számolom. Vagy nem, biztos nem jól számolom, mennyit 1000. Mindegy, nem megy a matek egyszerűen. Az lesz a lényeg, hogy én szerintem, amerre most mindjárt karakterem néz a térképen, abba a csíkba, amerre most jöttünk, szerintem majd ott fogok ütögetni. Nem tudom, hogy máshol vannak a nagyobb mennyiséggel, de szerintem ott teljesen jó lesz. Mondjuk azt most nem ártott volna megnézni, hogy mindenféle buff meg egyéb nélkül, most kíváncsi, akkor leütöm ezt az egy csoportot, hogy megsebeznek el, hogyha minden föl van, és penge nincs mellé. A kánon meg van, igen. Most kíváncsi vagyok, hogy akkor ezt így mennyire szedegetik az életemet, tehát egyet sebez, meg 600-at, melyik sebez 600-at, te jó Isten. Az úgy nem túl jó, hogyha az egyik ilyen 600 körül sebez, mert akkor az úgy részes. Jó, hát most ha meghalok, hát meghalok, plusz ugye amúgy is úgy tervezem, hogy úgyse lesz meg a mai nap, tehát hiába fogok most itt egy órát, azt hiszem, el kell mennem majd egyszer, most hiába farmolok egy órát, úgyse lesz meg az 5000 darab, és úgy is úgy tervezem, hogy majd napközben bent hagyom egész napra, és majd a farmogat, az arra meg úgyis rálátok, úgyhogy ha meghalok, meg újra indítom azt. Szavasz, igazából nem csak ebben tudnak problémát. Most pedig menjünk el, és akkor csináljuk meg a vörös tündéres küldit. Egyébként a megbízásom a 76. az láng harcosra vonatkozik, de azért nem akarom annyira elsietni, és most nem is azzal foglalkozok majd a tündérek után. Ugyanis sajnálatos módon
ezután, tehát a tündéres, mi az, lángharcosos küldi után, már DT nagyon magas szintjeire kell menni a mobokhoz, és azt hiszem nem is nagyon lehet választani, tehát úgy értve, hogy akár még mobot választhat, hogy leölöd, akkor is nagyon magasra kell menni, tehát ilyen 5., 6., 7. szintre, ilyen gonosz sámánt, meg már ezek a démoni állatot, meg ilyesmiket kell ölni. Úgyhogy több mint valószínű, hogy egyedül fel fogok majd egyszer menni. Hű, baszkit, mire leverek 200 tündét, lejár a naptár. Szerintem azt hiszem, hogy itt is automatához fog fordulni, csak nem tudom, hogy elbírom-e őket automatában, ugye ezek még mérgeznek. Úgyhogy lehet, hogy egy jó kis hearthstone-ozást beittok közben, aztán ez meg itt elölöget nekem, mert ez biztos nem fogom így bírni. Na, bekapcsolom mindent, csak kár, hogy nem vettem fel a cuccaimat, meg kár, hogy beakad, úgyhogy meg se tudok mozdulni. Igen. Na lássuk, lássuk, hogy megy itt a dolog. Ha lehet, jó lett volna kipróbálni egyébként buffok nélkül is, úgy mennyire bírom. Most azt mondja, hogy 79-es vagyok, ők 77-esek, tehát elvileg még tudnak mérgezni egyébként. Na, közben egy fagyit azt nem kell hagyni. Szerencsére egész gyorsan leverem őket, de hát elég szellősen vannak, tündér meg alig van. Hát gondolom, hogy a végén lenne érdemes ütni, de hát ott meg automatában nem tudnék ütni, úgyhogy nem figyelek, tehát az felejtős. Mondjuk úgy veszem, hogy elég nem mérgeztek le, de biztos, hogy le tudnak, mert elvileg plusz-minusz 8 szint a mérgezés, ez a moboknál is így van, de a moboknál nem vagyok benne biztos, mert lehet, hogy magasabb vagy náluk, akkor már nem mérgeznek. De ez meg hülyeség lenne talán, hát nem tudom, nem tudom. Ebben nem vagyok biztos, hogy hülyeséget meg nem akarok mondani, ez csak az én ötletem vagy kitalációm, közben nem tudom, remélem számolja, mert most már leütöttem egy párat. 3 darabot ütöttem le, úgyhogy ha nem számolta volna bele ezt a most már 4 darabot, akkor tudja, hogy luccot ugrok. Közben csapassunk egy köpit, hogy hát ha könnyebben megy az ipar, nem mintha sokat számítani, mert alig vannak páran. Hát ez nyögvény erős lesz, úgy érzem. Ennyire röve simán megcsináltam volna a fél órát. Igen, mert úgy voltam vele, én azt hittem egyébként, nagyon balga voltam. Ugye azt írta is a küldi, meg a Wikin is írta, hogy ha fél óra alatt megcsinálod ezt a küldit, akkor tök jó jutalmakat kaphatsz. Ha, vagy hát tök jó, hát mihez képest tök jó, mert sajnos ezen a szinten már annyira nem jó, de az a lényeg, hogy több jutalmat kapsz, mint hogyha nem fél óra alatt csinálod meg, hanem lejár az idő. De én ezt teljesen valamiért úgy értelmeztem, hogy mindenképp megadja a küldit, csak hogyha fél óra alatt leversz 200 tündért, akkor tök fasza. Ha nem vered le őket, akkor meg így is vége a küldinek, csak kicsit kevesebb dolgot kapsz. Ehelyett most tudatosult bennem tegnap este, hogy így is úgy is le kell verni a 200 tündért, csak nem mindegy, hogy fél órát vagy fél órán felül. És akkor így fogtam a fejem, hogy oké, jó, oké, tehát nem voltam hülye, az a lényeg. Tehát így is meg kell csinálni. Na, és akkor eljött az igazság pillanata, lássuk, hogy akkor így mindenféle buff meg egyéb nélkül hogy megy, vagy hogy sem. Bár mondjuk most úgyis itt fogok ülni, szintén meg akarom most csinálni. Aztán majd innen megyünk tovább, akkor szerintem mire ezzel végzek, addigra már a nyíregyes majd tudom csinálni. Remélem, hogy végzek addig. Aztán ennyi. Hát igen, ilyenkor mondjuk, na, kellett nekem elszólni, magam mérgeznek, tehát ezzel nincs probléma, a mérgezés az jön, mint az állat. Na jó, hát én azt hiszem, hogy nem is húzom tovább nagyon az időt, hát ugorjunk egyet, amíg kész lesz ez a küld, én azt hiszem. Na, itt is vagyok, laza 1 óra, vagyis hát több mint 1 óra, kb. 1 óra 10-15 perc alatt végül is meg is lett a 200 darab tündér, úgyhogy minden elismerésem, aki ezt fél óra alatt megcsinálja. Jó, mondjuk én automatával csináltam, szóval gondolom, hogy az itt a fő probléma, hogy az automatával rossz helyen is ütöttem, nem itt, ahol sok tündér van, hanem ott az elején. Előfordulhat, hogy ugye emiatt kicsit lassabban lett meg. Hogyha valaki kézzel üt, és nem is ilyen pazarló, mint én, hogy rossz helyen csinálja, akkor valószínűleg meg lehet azért fél óra alatt csinálni, de akkor valószínűleg tényleg oda kell tennie magát, tehát itt nem lehet szotyizgatni. Most meg azon gondolkoztam, hogy le kéne magam üttetni, hogy viszont egy kicsit gyorsabban visszaérnék az elejére. Jó, na, Axán soron következik most akkor az, hogy leadom ezt a küldét. Én mondjuk tudom, hogy mit fogok kapni érte, ugye nem vidizel, nem akarok benne lenni, hát sajnos már késő. Mindegy, hát most ez a pár másodperc, ez van. Na, az a helyzet, hogy hiszen megyünk, leadjuk, utána pedig akkor most jön az a bizonyos elmenetem, amiről beszéltem, ugye nekem el kell mennem itt porról.
Úgyhogy bent hagyom majd a karit farmolni nyílhegyeket, felírom, hogy pontosan mikor kezdtem, és hogy hát most jelenleg 10 darab nyílhegy van nálam, tehát nem lesz nagy vesz, lesz kiszámolni, hogy mennyit sikerült összesen kiütni. De az a lényeg, hogy akkor ott hagyom majd Sohanon. Hát én nem tudok jobb helyet, megmutatom majd, hogy hova viszem. Ha ti tudtok esetleg jobb helyet, ahol több ijász van, több lehetőség van, nem nagyon vernek le, stb. Akkor szívesen meghallgatom, ugyanis biztos, hogy nem lesz meg, ugye ezt már említettem, biztos, hogy nem lesz meg most a mindez 5000, mert azért az durva lenne, hát nem megyek el napokra, csak egy órára valószínűleg, még annyira se. Úgyhogy meglátjuk, hogy mennyi jön össze, és akkor mondom, legalább abból ti is tudtok számolni. Tehát most így, aki esetleg még nem kezdte el ezt a küldit, annak a helyéből most szenvedek én is, vagyis hát én. Valamit nagyon akartam mondani, csak közben elfelejtettem, úgyhogy nem tudom. Na mindegy, szerintem ugorjunk egy kicsit, és akkor nem sokára Lee Chung-nál találkozunk. Közben annyit szeretnék kérdezni egyébként tőletek, ugyanis teljesen tanácstalan vagyok most már az egész fórummal kapcsolatban, hogy most nem igazán értem, most valaki azt mondja, hogy ma például 3 órától kezdődik az experiment, van, aki azt mondja, hogy 4 órától kezdődik. A fórumon azt hiszem, hogy 4 óra van, de a legtöbben 3 órát írnak, hogy 3 órától lesz. És egyszerűen nem értem, hogy ezt honnan veszik az emberek. Tehát lehet, hogy igaz, sőt, szinte biztos, hiszen a hátas eventet is sokan tudták, hogy más időpontban lesz. Voltak olyan eventek, basszus, hogy én szemmel láttam, hogy telefonon megvan nyitva nekem ugye a fórumnak az a része, ahol ezek az eventek vannak, és valamelyik nap ráfrissítettem egyet, és egy csomó, vagy hát nem csomó, hát konkrétan egy vagy két időpontot láttam. A másodikban nem vagyok biztos, egy tuti volt, ami megváltozott, egy órával előbb vagy később volt, az a baj, nem emlékszem pontosan ez melyik event volt, csak arra emlékszem, hogy láttam, hogy át van írva a szám. És akkor így most nem nagyon vágom, hogy most akkor ezt a többiek honnan tudják. Tehát honnan tudják azt, hogy máskor lesz a hátas event, meg ilyesmi, mert régen én is tudtam, hogy ugye mit tudom, az adott posztnál, hogyha lejjebb görgetsz, akkor ott van, vagy nyitnak egy külön posztot, vagy ilyesmi. De én ilyet nem találtam, mondom, lehet én vagyok béna. Nagyon megköszönném a segítségeteket, hogyha valaki be tudná nekem linkelni kommentbe, hogy ezeket hol lehet megtalálni, ezeket a pontos infókat, mert a nyári event sorozatnak az idejét, hogy június X valahanyadikán milyen event lesz, azt én is megtaláltam, de a hátas eventek külön időpontját és egyebeket nem, szóval nem tudom, hogy ezek hol lehetnek. Na mindegy, térjünk vissza Lee Chung-hoz, akinek leadom az ellenmérget. Hát igen, sok időbe telt, sorry. 4 millió tapasztalati pontot kaptam, ami azért durva, ezek szerint meg van duplázva az XP, egy csomó küldinél felvitték. Hát a Viking 2 milla volt írva, nem 4. A többi a stimmel, tehát ez 10-10 egység virág, meg ugye a 100 000 young, mondjuk a 100 000 young-ba sem vagyok biztos, de igazából tök mindegy. Jó, na akkor virágokat elrakjuk, nem mint hogyha annyira kéne, de azért jó, ha van, de nem baj, ha nincs. A köpimet közben jól elhasználtam, igazából szerintem tök feleslegesen. Ja igen, most meg mérgezett katona. Ja igen, innen tudom felvenni a kövi köldit. Köszönöm, hogy megmentettél, bla 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 bla. Mit láttál? Varjút, nem varjút, nem hangzik jól. Bensi, fekete mágiát használva megidézte Agvit. Nagyszerű. Értesítem. Bajos árnyak, mi a Star Wars-os lett a metin, vagy mi van itt? Na, Bensi, az utolsó sárkány papnő szelleme. Kétségtelenül. Mindent értek. A kaland akkor folytatódik, ha eléred a 72-es szintet. Hát barátom, erre már nem fog sor kerülni, úgyhogy most akkor mit élők legyünk. Vörös erdőben volt a sárkány papnők egyik temploma. Hát én nagyon örülök, de mit kell csinálni? Felderítés. Azt mondja, Lee Chung elmondta neked, hogy a sárkány papnők képesek voltak szent erőket megidézni, bla 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 bla. Keresd meg a vörös erdőben a viharvert kőtáblát, amiről Lee Chung beszélt, és szerezd tovább bizonyítékot. Na mivel fejből fogalmam sincs, ez a viharvert kőtábla hol a bánatba lehet, ezért biztos, hogy nem most fogok elmenni oda, hanem majd megnézem Wiki, hogy mégis hova kéne egyáltalán menni. Viszont most, mivel ugye induló elvele van, ha már így a Star Wars-nál tartunk, így akkor irány Sohan, keresünk egy jó kis helyet, ahol lehet csapkodni, vagyis hát én tudom, hogy hova szeretnék menni, csak nem biztos, hogy az a legoptimálisabb hely erre az egész farmolásra. Ott hagyom, és akkor meglátjuk, hogy X idő alatt hány nyílhegyet sikerül kifarmolni, mert attól függetlenül, hogyha mondjuk elmegyek egy órára, és egy óra alatt mondjuk 30 nyílhegyet sikerül összeütni, akkor mondjuk nem biztos, hogy boldog leszek, és nem biztos, hogy folytatni fogom ezt a farmolást. De hát nem is tudom, mennyivel lennék elégedett mondjuk egy óra alatt. Szerintem egy olyan 100-150 darab legalább kéne. Tehát még arra azt mondom, hogy az még úgy akkor napok alatt úgy belefér. Maradjunk annyiba. Csak hát ugye ez a nyílhegyes küldő olyan szempontból szívás már nekem, ilyen szinten, hogy ugye se XP-t, se Youngot, se semmit nem adnak már azok a mobok.
és gyakorlatilag csak a Nyílhegyért ütöm, ami igazából nem nagyon fogadni semmi olyan dolgot, amiért annyira megérné, ha jól emlékszem, de lehet, hogy azóta megvariálták, szóval nem mondom azt, hogy nem éri meg megcsinálni, csak hogy én úgy emlékszem, hogy nem nagyon ad. Tehát ilyen pár millió XP, de hát basszus, 80-ra már nem is tudom, 170, 165 millió XP kell. Most érted, kaptam ezt a 4 millát, és adott nem is tudom, 2%-ot, szóval és akkor szenvedtem érte majdnem 1 óra 10 percet mondjuk. Ennyi időt a setupnál, jó lehet, hogy majdnem ugyanennyit fejlődök, de ott legalább ugye sokkal több pénz, cucc, stb. Úgyhogy hát igen, ez a mihez képest, vagy a viszonyítás, ugye mi éri meg és mi nem. Meg persze a kérdés az, hogy túlélem-e? Tehát attól függetlenül nem tudom, ezek elvileg ugye akkor nem tudnak mérgezni, de volt az előbb ugye mutattam is, hogy ilyen valamelyik 600-at sebzett rám, amit nem is nagyon értek. És hát ha ez így a jövőben is fönnmarad majd, és így egy-kettői nagyobbat sebez rám a kelleténél, akkor penge nélkül nem nagyon fogom tudni visszaszívni az életet. Egyébként én erre a területre gondoltam itt, hát tény, hogy nem bővelkedünk a mobokba, az mindenképp itt van. De nem tudom, nem tudok más helyet igazából, ahol így lehetnének ezek. Még esetleg, hát de ott sem, ez mi, Jongan terület. Hát nem tudom. Mindegy, én szerintem, hát igen, ez a baj, hogy ugye itt annyira messze vannak egymástól a mobok, hogy ráadásul az automata ütés az nem is futna egyik helyről a másikra. Ugye leverni a mobokat, az megállna egy helybe. Közben az egyik C-társunknak sikerült a Penga KK, az gondolom valami új képesség lehet, a Sura 8. képessége. De innen is gratulálok neki a poén ellenére. Hát nem tudom, most akkor így kicsit tanástalan vagyok tényleg. Akkor mi legyen? Itt biztos nem fogom középen hagyni, mert ugye a sok a oroszlán meg ezek azok már tud is többet sebeznek rám, mint... Na, közben itt a 9 farkú. Hát a 9 farkút azt nem próbálom meg egyedül, szerintem nem menne, főleg úgyhogy ellökösget folyamatosan. Hát a fene tudja basszus hol lenne jó. Nem, de elnézek a sárgákhoz, a sárgák oldalára, hát ha ott kisebb területen több mob van. Nem hiszem, mert gondolom pont direkt így lett kialakítva, de hát ha. Nem tudom, mondjuk szóval mit keres egy 34-es, de lehet, hogy küldözik, vagy bányászni akar. Nem szólok bele, szóval nehogy valaki félreértsen, hogy ki vagyok én, hogy itt beleszóljak más dolgába. Csak furcsának találom. Na, itt is vagyunk akkor a sárgáknak a területén. Na hát itt mondjuk azért egy kicsit több van, mondjuk íjász az ezen a területen mondjuk pont nincsen, de itt pont az a lényeg, pont, még egyszer mondom, pont az a lényeg, hogy... hogy ugye el tudsz szaladgálni egyik helyen a másikra a karakter, de úgy látom, hogy csak ott volt ennyi mob, mert errefelé, hát még itt, jó, meg is, ez se rossz. Ez se rossz terület. Azért nem akarok oda menni, mert ha ott kikolbászol nekem a karakter, kifele, visszafele, akkor előbb-utóbb eléri majd a közepét, aztán ott a 9 farkúval meg egyebek össze találkozik, az nem biztos, hogy kellemes lesz. Szerintem akkor kezdjük itt a legszélén, mondjuk náluk, nem, kezdjük náluk. Jó. Na, bekapcsolok egy automata támadást, egy olyan egy percig azért megfigyelem, hogy mi újság, főleg, hogy nincsenek rajtam cuccok. Na, lássuk, 154-eket sebez mondjuk ez. Ez még annyira nem is vészes. Mondjuk szerencsére penge nélkül is én ezreket ütök rájuk földre, úgyhogy nagyon nem csapkodom el őket. Az mondjuk mindenképp pozitív. De mondjuk illendő egyébként az 50-es mobokra, lassan 80-ason azért 1000 körül sebezni. Na igen, és ez a kérdés, hogy például ezeket ha most leveri, akkor melyik irányba indul el? Mert ugye nekem pont ez lenne a lényeg, hogy ne visszafele, úgyhogy most egy kicsit rásegítek a dologra, errefelé. De felőlem itt ott kolbászol, ahol akar, mert max visszamegy a legelejére, azt ütögeti a kiskutyákat, még az is jobb, mint hogyha meghal és visszakerül a legelejére. Na mindegy, azt hiszem, hogy elkezdek készülődni, és akkor azt mondja, hogy... Ugye, hát ezt mindjárt fölírom magamnak, hogy akkor hogy, mint merre, meddig. Aha, azért idáig még eljön. Hát jó, itt el fog mászkálni. Na jó, oké, srácok, akkor hát akkor én elmegyek, visszajövök, és akkor egy statisztikával szolgálok majd nektek. Ami nagyon-nagyon bízom benne, hogy pozitív lesz. Na, közel kaptam egy nyílhegyet. Aztán megbeszéljük majd akkor, hogy ezt érdemes-e csinálni szerintem, vagy teljesen felejtős az egész úgy, hogy van. Na, hajrá, Huvian bot! És itt is vagyok. Hát megmondom őszintén, nem nyert el a tetszésem attól függetlenül a mennyiség, ugyanis, várjatok, pontosan mondom. Szóval 1 óra 8 perc alatt 140 darab nyílhegy esett ki, ami azt jelenti, hogy várjatok, osszunk, szorzunk, tehát kb. Mondjuk számoljunk 1 óra,
per 150 darab mondjuk, nem, 140. Ez azt jelenti, hogy ha 5000-et elosztjuk 140-nel, ugye ennyi jött ki egy órát, akkor 35 óra szükséges ahhoz, hogy kifarmoljam az összes nyílhegyet. Úgyhogy köszönöm szépen, de azt hiszem, hogy én mellőzöm ezt a küldetést, ugyanis hát ennyit azért nem ér meg nekem. Az, hogy eltűnjön innen a kis tekercs, mert igazából más jelentősége nem nagyon van. Közben amit látod, elkezdődött a 100% bónusz XP event, amit én is ki fogok most használni, reményeim szerint, úgyhogy a videónak most gyakorlatilag ennyi lesz, és akkor én meg rohanok barlangba püfölni. Hát valószínűleg a B2 az be van foglalva, de B1-be keresek majd valami termet. Jó lenne azért mondjuk egy 50%-ot még ma meglépni. Szerintem az a 14% az nem lehetetlen igazából, főleg így 100% XP event mellett, meg viszek be gyűrűket is. Na de még mielőtt véget érne ez az egész, gyorsan kombinálok párat. Mondom, sajnos jelentőség teljes nem lesz, igen, mondjuk ez is sikerül, de ugye hát nincs metszet egyikből sem már, mondja mindegyikből lejátszottam a lehetőséget. Zafir nem is sikerült. Lássuk a gránátot, az sem sikerült. Tehát 3-ból 2 kapásból nem is sikerült. Úgyhogy mindegy is. No, én rohanok akkor a raktárhoz, összepakolom a cumómat, és irány 1000-rel B2 vagy B1, feltéve, hogy melyikben van szabad hely. Úgyhogy ezt a videót ti majd hétfőn fogjátok látni, mondjuk azt jó, hogy a videó legvégén mondom el. Azt mondom, hogy hétfő van, tehát mindenképp kedden fogjátok látni. Igen, ez a hosszú hétvége mindig megzavar egyébként, én mindig elfelejtem, hogy ma nem vasárnap, hanem hétfő. Úgyhogy kedden láthatjátok majd. Én köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszett a videó, ha így van, akkor dobjatok egy lájkot. Ha nem tettétek még meg eddig, akkor iratkozzatok fel, aztán találkozunk a legközelebbinél. Reméljük, nem mondom azt, hogy már 80 leszek, de erősen rajta leszek az ügyön. További szép napot nektek, sziasztok!